Köszöntöm a Kecel TV nézőit. U15-ös futszámérkőzéssel jelentkezünk. Kecel fogadja Kiskunholos csapatát. A vendégek kék-sárga színkombinációban, a hazaiak pedig zöld felső, fehér nadrág. A vendégek összeállítása kapuban Vásárhelyi, Frey, Szabó, Kocsi, Bozsányi, Tóth, Vince és Darányi, az edző Kovács Benő. Hazajaknál Vancsik, Csikós, Györgye, a csapatkapitán, Sendula, Kolompár, Vörös, Horváth, Jónás, Nagy, Bobek és Vida, az edző Sendula, Attila. Vendégek kezdik a mérkőzést. Hazaiaknál Csikós, Kolompár, Sendula és Györgye a kezdő. Az első hazai támadás nem annyira jól sikerült. Hazaiak 8 győzelem és egy vereséggel állnak jelen pillanatban. És másodikok a tabellán. Vendégeknél 6-ossal Kocsi veszélyeztetett, de Vancsik Zsombor elvetődve megfogta az első hazai lehetőség, és Györgye lövését Vásárhelyi lábbal hárította. Sendula, Norbi előre vágják. Zsombornál újra labda. Györgyét keres ismét, jól megtartja, egy jó csel, csak onnan hogyan tovább. Kolompár, gyönyörű csel, rúgjuk be! 4-es számú Frey blokkolta Kolompár Norbi lövését. Marad nálunk oldalvonalról, jöhetünk. Kolompár, az nagyon jó lesz, Györgye! Jaj, vissza kell zárni, srácok. Csikós, Szabó elvitte, ellopta lábáról, marad náluk a labda. Szabó, Kolompár megszerzi, Györgye. Györgye megtartja, a vendégek visszazárnak, Csikós, Sendula Norbi felé, egy jó csel, de igen, vendégek jöhetnek. Játékvezető döntése értelmében, viszont kirúgják ők is. 16-os Bozsányi rúgtát másik felére. Vigyázzunk, az Zsombori gyönge lövés volt ez. Györgye Csikóshoz. Sendula Norbi, az rövid lesz, viszont vissza kerül hozzánk, Györgye. Rövidek ezek a passzok. Ismét egy lövés. Nem rossz csapat ez a Kiskunhalas. Ott is szoros mérkőzésen nyertünk ellenük. 4-essel Frey. Kocsit keresi. Vele Csikós viaskodik. Vigyázzunk! Kicsit álmosan kezdünk, nem lesz ez egyszerű. Kolompár, csel, húzzuk szét. Azt felé futottunk, az Kolompár csel ez még, de azt elveszi tőle Frey. Sendula visszaszerzi, Csikós, az megint nem jó. Zárjunk vissza, Kolompár üldözi Freyt, és Sendula tisztáz, de egy szabad rúgást harcol ki. A vendégvédő. Első hazai szabálytalanság. Nem is kell onnan. Sorfal. Kocsi. Zsombor szögletre üti, hát. Jobb lett volna, ha megfogja. De hát mindegy, Szabó a labdával. Az első vendégszöglet. Ismételten szöglet. Frey lövését Norbi blokkolta, és az a miénk, Csikós keresi Györgyét, ne előzzenek meg! Igen, nagyon jó Csikós közbelépése, tovább Györgyéhez, megtartja, így van, Sendula Norbi, az jó, áj, kár érte, nagyon szépen passzolt Seni papa, de Csikós nem vett át, hanem passzolni akar, de
Gombóc lepattant, ez pedig Kocsiról kimegy. Kocsi a vendégek csapatkapitánya, és egyik legjobbja, Csikós Dávid. Igen, miénk marad a labda, Szabó lábáról perdült ki. Csikós készül elvégezni. Az nem lesz jó. Gyere, Zsombi, gyere! Jó, kisodródik Zsombor. Gyorsan leteszi Sendulá kolompárhoz. Csikós vissza, az hosszú lesz Norbinak, ám lassú ő ehhez. Frey. Kolompár megint lemarad. Csak nézzük, hogy hogy csorog ki. Zsombor kezéről. Kocsi készül elvégezni. Előre 0-0, Csikós. Györgye felé. Kár, hogy nem jutott el hozzá. Így van, Nikol lezárja passávot. Most pedig Kolompár ugyanezt teszi. Nem jó vég, de kezdik Kolompár. Hiába kiabál neki, Sendula mester. Frey, az jó lesz, ez most egy jó közbelépés volt. Györgyét keressük, ez mindig beválik, ha pontos a dobás, az is jó. Rövid lesz. Csikós várta, az addig jól megakasztottuk. Sendula Norbi, igen, ügyes volt, nagyon jó szerelt. Kalompár nem bírja szusszal, cserét kér. És a játékvezető Kecelnek adja a labdát. Csikós Horváthoz. Horváth nagyon jó passzol. Györgyi, ez ott van. Be kell lőni. Be kell lőni az ilyet. Horváth került gólhelyzetbe, de bele a kapusba. Ne bántsuk. Ujjaj. Gyötörjük Kocsit. Megnehezítette dolgunkat. A hatos számú vendégjátékos az első halasi mérkőzésen, ami elméletileg Kelebián játszódott le a Covid helyzet miatt. Igen, Horváth nagyon jó szerelt. Csikós pedig előre vágja. Meg kell rúgni a helyzeteket, mert nem valószínű, hogy gól nélkül, kapott gól nélkül fogjuk ezt a mérkőzést lehozni. Sajnos Bélecki az előző mérkőzésen piros lapot kapott, nagyon hiányzik ma, de hát nincs mit tenni. Csikós Györgyével játszik össze, nem eladó ez, vigyázzunk Nikó. Menjünk vissza, mert ketten lesznek. Itt a baj. Jó, nagyon jó Csikós, nagyon jó kiszorított a Kocsit. Hosszan előre dobott labda, de hát az nem annyira lesz jó. Csikós kikíséri ügyesen. Egyelőre Sendula jól fogja a Kocsit, de ezek nem megelőzések vannak, nem tudjuk megtartani a labdát. Halas jöhet Szabó révén, nagyon jó Norbi. Egyelőre hibátlan a védekezés a Kocsival szemben. Frey. Zsombor, így van, pontosan tegyük le Zsombi. Szabó, az sok lesz, az a miénk, így van. Ki is megy. Igen. Neki ütközött a nagy igyekezetben az ajtónak. Áll a játék, közben Zsombor kezében a labda. Horváthnak dobja, de pontosabban kell ezeket. Hát így, hát igen, nem tudnak mit kezdeni. Gyorsul a labda nagyon, Norbi, úgy van. Frey Kocsit keresi, de Csikós, az faul kifelé, nem fújják le. Viszont a labda miénk. Csikós. Csikós Paci Györgye, az jó eddig, na most ezt meg kell oldani ketten. Az visszaér a 16-os Bozsány visszaért. Horváth sem mozdult a labda felé. Ellene egy megnyugtató gól. De
igazán csak egy helyzetünk volt nagy. Horvát. Jó, milyen kalabda? Horvát. Györgye. Az nem jó. Csak ne legyen baj. Jó, elspinyózza. Szándék az jó volt, de elment a kapunk előtt a labda. Jaj, nem lesz ezekből semmi így. Csikós megelőzi. Jaj. Ne engedjük. Ó, de hatalmas védés, szép akció Kocsi Szabóhoz. De Zsombor belefekszik a lövésbe. Igen, nehéz dió ez a mai. Ez is lecsorog a védőinkről egyelőre. Jó, álljuk a sarat itt, de több veszélyes helyzetük volt a halasiaknak. Na, gyerünk most. Gyerünk. Györgye. Jaj. Bravo, Norbi. Apró léptekkel odaért. Kocsi Frejhez. Na, gyerünk. Györgye. Rövid lesz. Nincs szerencsénk se. Vendég Frejről. Kapufára, onnan pedig szöglet lett. Hát nagyon hiányzik Bélecki. Szó, mi szó. Rúgjuk be, Hori! Bravo! Ott az első horvát. Gábor. A gólszerző. 1-0. Az időt sajnos nem látom. Csikós lejön. Pihenni egyet. És 8-assal Vörös Ákos a pályán. Hát remélem, hogy ugyanúgy fogja Kocsit. Így van. Mindjárt labdához is ér Vörös Ákos. A passz viszont nem volt jó. Na, nézzük. Itt keres. György itt keresi a labdával. Az jó lesz. Csak Norbi nem veszi át. Frej kizárja a játékból. Viszont Norbi, ki sem megy a labda, Vörös Ákos. Aj! Nikó, menni kell a labdára. Bravo, Ákos! Tisztáz. Odaér, nagyszerűen keresztezett. Így szerencsénk van megint. Horváth lábai között elment a labda, de ezzel megzavarta Szabót is. Vörös Ákos, az jónak tűnt. Horváth nem tudja átvenni. Gyerünk, Norris, bravo, Norbi. Sokadik jó szerelése. Nagy Kristóf a pályán, Horváth Gábor helyett. Gyerünk, Ákos, megvan az a labda. Úgy van, Norbi. Egy suta mozdulat tőle. Frej. Viszont Nagy Kristófról megy ki a labda. Ismét Frej próbálkozik. Az megvan, bravo, Ákos. Nikó egy kicsit most elfáradni látszik. Vörös. Az 2 perces kiállítás. Hát dehogy is, hát ő nem mondhatja meg, ezt a játékvezető dönti el, hogy mi az ítélet. De hát viszont akkor az büntetés kellene, hogy legyen. Hát kézzel megfogta a labdát szándékosan. Na mindegy, ne akadjunk fel ezen. Egy szabadrúgás így a félpályáról. Vörös Ákos. Ellövi laposan, bravo! Így van. Nikó nagyon megzavarta, hogy beleért vagy nem, ezt nem tudom most megmondani, de adjuk az gólt Vörös Ákosnak. Lényeg volt, hogy kaput fogjon, ezt meg is tette Nikó közben, beavatkozott egy testcsellel és 2-0. Nagyon kellett, de hát ez nagyon messze van még a végétől. Közben Nikó kért egy kis szünetet. Gombóc Artúr helyette 6-ossal Kolompár Norbi. Vörös Ákos, ez most egy eladott labda, majd visszaszerzett. Kolompár csetlik-botlikot. Jó, nagyon jó. Szabó combjáról megy ki a labda, Norbi zavarta. Vancsik Giorgio. Kolompár Norbit választja. Na, gyerünk, Gombóc. Ez a vendégeké lesz, így van. Megemelik. Igen. Jó, így köszönjük. Szabó fejéről jön ide át a másik fejlabda. Így van. Vörös Ákos, az nem lett jó. És ez itt
Bravo, Norbi! Norbi! Hát el kell rúgni, Norbi! Ajándékoztunk egy gólt, mindegy kocsi. 2-1. Ez egy ajándékgól. Amatőr hiba. Frey. Emeli vörös nagyszerű kolompár. Az jó, csak lassú. Viszont Bozsányi kirúgja, így visszakerül hozzánk a labda. Megint megelőznek bennünket. Nagy Kristóf azért megtartotta. Nagy... Aha, kim volt a labda, azt jelzi a játékvezető. Kolompár. Most ebből mi lesz? Nagy Kristóf, az jó. Eddig vigyük kapuig, vigyük, nem lesz jó az. Hát azt közelebb kell vinni, Kristóf. Szöglet. De hát biztos ő is a legjobbat akarta, megemeli. Így van, Vásárhelyi kijön. Vörös Ákos elfejeli, csak most ne legyen baj, az sok lesz. Odaérünk. Ákos kiszorítja, bravo Ákos, beállt erős fizikálisan. És testtel megakadályozta, viszont a labda az övéké. Megáll az idő. Az óra pontosabban. Kocsi köti a cipőfűzőt, tehát 2-1-nél jöhetnek a vendégek. Bozsányi készül elvégezni. Egy emelés, az kifelé lökés volt, de nem fújják le. Sándola Norbi. És az most a miénk. Lett volna, ha Kristóf nem adja el. Így van, Norbi most jó kért. Egy lövés, abból nem lesz semmi úgyse. Így van. Vörös Ákos. Gombóc Artúr nem annyira pörög. Ez egy téves ítélet. De hát mindegy. Szabó a labdával, két tagú sorfal. Nem kellene oda szerintem senki, mert onnan zsombolnak, nem lőnek gólt. Csak hat kocsi bele nem ér. Szabó. Az nagyon gyönge. Vörös Ákos, csináld Ákoska vég. Kocsi, vissza. Így van, zsomborról kipattan. Kicsit fölhígultunk most. Cserét kér a vendégek csapatkapitánya. Helyére jön Tóth László. Kicsit most így lehet, hogy veszély elmúlik. Frey. Tóth Lacika, mondom én, azt közben meg jól cselez. Az frissen beállt Tóth. Vörös. Szabót zárja ki. Az meg lesz. Na, gyerünk. Csak nincs sebesség, itt az a baj. Ne rúgd el, Norbi. Ezek a passzok nem jók. Vörös Ákos. Megint nem jó felé rúgta Norbi, de mindegy. Majdnem megszerezték a vendégek ezt a labdát. Frey a labdával. Nem faul, nem kell faul, az a Zsombori. Kristóf indul el, hát nem tudom, ez nem. Ha nem veszi át egyből, akkor lepattan, kész. Ez nem lehet. 16-os a Bozsányi. És még az övéke is. Ismét Bozsányi. Tóth felé. Rá Vörös megy, meg is zavarja, pont annyira, hogy kiengedi a labdát. Kristóf és Gombóc lejön. Elmúlt az 5 másodperc, elveszik a labdát tőlünk. Horváth Gábor is, Györgye Nikolász a pályán. Frey Vörös Ákossal küzd. Meg is szerzi. Tóth László előre rúgja ki. Ismételten az övéké. Pontosabban a vendég Halasi a labda. Frey. Az a miénk, Norbi, pontosan Györgyéhez.
18-as a Darány is a pályán, a vendégeknél. Sándul a Norbi. Nem jó ez. Ákoska. Az fault. Hát sportás, hát ezt le kell fújni. Horváth nagyon jól csinálta, nagyon ügyes. Vigyed Ákos, vigyed. Ez jó, így van. Rúgjuk be. Szöglet. Bátrabban Ákos előre, de nagyon jól játszik, csak a Sándula mester is ezt mondja, bátran ott el kell indulni. Na mindegy. Megemelik, az a kapus kezébe, és itt lesz a, hát nem lett baj, Sándula visszarúgja. Jó is lett a miénk, nem baj, inkább mint eladni a labdát, jó volt Norbi ez. Ha már nem volt tiszta ember. Tóth, vörös át, Ákoson nem lehet úgy átmenni. Nagy erősség ennek a csapatnak, csak sokszor sérüléssel küzdik. Sándula kirúgja. Az semmi. Hogy van, Vancsiknál a labda. Pontosan dobjuk le. Az nem annyira pontos. Ismét a vendégek jöhetnek. Gyerünk, Ákos! Uff, jó. Pont annyit ért oda, hogy nem tudták pontosan passzolni. Horváth. Föl a Nikóra. Ez az. Ó. Mozdulni kell Nikó ezekre. Az a miénk lesz. Pontosan, Zsombi, dobjuk oda. Pontosan. Ez jó! Bravo! Györgye! Nagyon szép volt, nagyon szép volt. Kár érte. Ötössel a pályán Vince Ádám. Vásárhelyi Gergő. Előre dobja Tótnak, de rosszul is vette át, meg hosszú is volt egy kicsit a labda. Vörös. Jó lesz, Györgye. Nehéz elválasztani a labdától, csak Bőröst akart kiosztani, majdnem lejöttek belőle. Vancsik, az jó, megint, az viszont nem annyira. Horváth, csak érjünk vissza. Vörös Ákos, Tóth Laci. Gyerünk Ákos. Megtartja, ez se rossz, az jó lesz. Nikó. Az Ákosé, bravo Ákos, kiváló. Kiválóan ért oda megint. Jó van, Horváth oda vált. Ne! Jaj! Sándula Norbi, bátrabban rúgjunk bele abba a labdába, Norbi. Vörös Ákos, az nem volt kész. Igen. Nagyon nem fújnak a hazaiak számára semmit a játékvezetők, de úgy érzik, hogy nem is kell. Lehet. Ott van Horváth! Állja, elviszi mellette. Kifordult a bokája egy kicsit. Nagyon jó labda volt. Ez jó. Miénk? Sándula Norbi. Nem lesz jó, Norbi. Azok a passzok nagyon életveszélyes. Vigyük rá is kettő az egybe. Vigyük. Kár. Vörös Ákos. Itt a fél idő, 2-1-el fordulunk. Találkozunk a másik fél időben. Kezdődik a második félidő, 2-1-es hazai előny, de nagyon nyögvenyelős. X körüli eredmény a realitás. Vancsik Sándula, Vörös, Kolompáris György a hazai kezdő. 16-ossal a vendégeknél. Bozsányi rúgta előre pontatlanul. Vince, Tóth, Bozsányi, Osvári és Vásárhelyi, bocsánat, és 18-ossal Darány a vendégek kezdője. Ez szabad rúgás, szabálytalan volt. Az első, a másik fél időben nekünk sajnos egyet nem fújtak be, de hát annyira nem is perdöntő ez. Tóth a labdával. Egy nagy talmas kapufa Zsombor felütötte. Az jó, csak most igen, meg kell állni.
Kinek passzoljuk, nem mozog senki. Ez nem jó, vissza kellett volna passzolni, hiszen előre vágják. Zsombornál Vörös Ákos kéri tőle. Elakadt Tóthban. Vörös ismét. Kolompár megtartja, eddig jó. Nikót megállították. Ismét Vörös. Egyáltalán nem alakul ki itt semmiféle kombinatív játék. Köszönjük, Bozsányi kirúgja oldalra. Györgye. Kolompárnak, csak nem jut el oda. Pillanat, nem tudta Bozsányi, hogy hol a labda, és szögletre ment tőle. Nincs kombinatív játék, nagyon hiányzik ez. Ez nem lesz jó. Vörös, indulj vele, Ákos. Úgy van, még jó, még mindig jó. Nem annyira, majd most nekik lesz jó. Tóth a labdával, szerencse, hogy ellövi, Zsombor azt megfogja. Vörös duplázásba belelép. Kolompár, nagyon lassú Kolompár, az a baj, hogy nagyon se vissza, se előre. Az nem jut el Nikóig a labda. Borzasztó, pontatlan, ilyen. Így nagyon nem lesz. Véleményem szerint is talpalás volt. Véleményem szerint még egy-két gólt kell rúgnunk, hogy ezt lehozzuk, ezt a meccset. Nikó, az jó. Ügyes volt. Ezt most ügyesen csinálta. Nem tudom, mi történt. Megint a hazainak húzunk be egy faultot. Valahogy nem szimpatizál. Egyetlen egy szabálytalanságot nem fújtak be. Nekünk Sándor a Norbi. Az jó, de hát Kolompár. Nem. Nagyon lassú. Tóth. Vörös blokkolja. Így van, ott nincs kenyér. Igaz, hogy megtartják így, hogy kiment a labda. Sendonorbi Kolompár viszi el, de szerencsésebb lett volna, ha Nikóhoz jut a labda. Az jó. Györgye. Cselt próbál, de Darányi. Az jó. Gyerünk. Kolompár. Ojjajjajjajjajj, le kell hozni őt. Tóth és Vörös, pár sokat zorra. Ujjajjajj, gyerünk Zsombor, ezt meg kell fogni. Jó. Eltört a labdát ballal. A 9-es Tóth László. Az Györgye. Hát nem mi uraljuk a mérkőzést, meg kell, hogy mondjam őszintén, bár szurkolunk nagyon, de ez... Nagyon gyenge produktum, egyik leggyengébb, amit láttunk a fiúktól. Egyszerre nem tudunk előre jutni, csak ilyen előre dobott labdákkal. Sándula, az jó. Kolompár, az se. Nem. Egy becsúszás, és szerencsétlenül esik Vásárhelyi Gergő. Elnézést kér, ez viszont egy sportszerű jelenet. Két fiúnak jár a dicséret, Vörös Ákosé. Jaj, hát... De mit csinálunk? Hát mit? Jézus Mária. Teljes a káosz, sajnos. Györgye. Csikós felé, de Vince Ádám visszazárt. Csikós. Na most Sándor a Norbira jut Tóth László. Gyerünk, Norbi. Jó. Norbi megszerz, ez ügyes volt. Györgye. Nincs kivel, sajnos, csak most ne adjuk el. Úgy van, ez jó. Jobb, mint eladni. Csendula. Az a miénk lesz oldalról. Hú, de nehéz. Nehéz fél idő vár ránk. 5. percben járunk. Valahogy találjunk egy gólt, mert az jó. Györgye, már nem is a miénk. Kolompár. Kolompár ismét. Csikóshoz, nos, megtartjuk egy pillanatra, Sándula. Csikós. Na gyerünk, Paci. Húzd meg. Nikó kísérd. Ezt nem hisz.
Hát dicséret Vásárhelyi Gergőnek, két bravúr, főleg a második volt nagy, de hát nagyon szurkolunk, de hát nem akar bejönni. Ez gyerünk, Nikó, valahogy gyötört be. Elveszíti a labdát. Svendula Norbi. Ah, elakadt bennünk, jó. Mákunk volt. Csikós oldalán pattan meg a labda. Csikós marad. Tóttal. Az Zsombari. Na most gyerünk ki egy az egybe. Csak ne előzzék meg Nikót. Az nem tudom mi lesz. Áj, nem pattan úgy, ahogy kell. A fene vigye. Csikós. Az jó. Az is jó. Beszorulunk. Blokkolják Tótot. György a szöglette. Csikós, az megelőzik. Jajjaj. És amilyenk is kellene, hogy legyen ez a labda. Gyerünk, Zsombor, gyerünk, gyerünk. Mancsik. Györgye. Hát ezekkel, ha nem pontosak, Györgyét megöljük. És baj lesz. 3-1. Tóth László. 2-2. Igen. És most már még nehezebb lesz. Györgye középkezdése. Az jó, és rúgjuk be. Rúgjuk be, Paci. Nem, jó volt, de mégsem volt jó. Az jó. Nagy Kristóf megszerzi, ez jó eddig, az már nem annyira. Na hát az gyönge, hát ne beszéljük rá. Meg lesz, gyerünk Paci, gyerünk a labdáit, csináljuk. Györgye. Csikóst keresi, az jó, ha beáll Paci. Igen, nem jó, nem jó, nem akar sikerülni. Frey, az nekik nem jó. Van csik a labdával. Györgye felé, de hát ugye már elfáradt. Nem mozdul. Úgy. Hát nem lehet indít, ez kéz volt. Svendula Norbi, nem jó. Á, gyerekek, bosszantó, bossza, és itt van a nagy helyzet ismét előttük, be is. Ó, de szerencse volt, kapufa. Györgye, Svendula Norbi, tehát ez megint micsoda. Vaktába előre semmi elképzelés nincs ebben a mai meccsbe. Az a miénk. Igen, 1,5 perc van még. 2-2. Nem jó. Elestek mind a ketten. A kocsi is a pályán. Nagy. Csikós. Visszaszerzik a halasiak. Az a miénk. Norbi visszaadja ugyanazzal az ellendülettel. Vancsik, hát de nem, hát azt, tehát látszódik, hogy nem lesz jó. Nem lehet futtatni. Csikós, kocsival, ennyi elég is. Na most újra előre dobja. Meg kell fogni, na gyerünk. Györgye. Nagy. Kristóf. Csikós. Igen, most lesz baj ismét. Eljön. Zsombi fogja. Rúgd el! Na! Nem! Ennyi hibával ez borzasztó. Rossz, sok a rossz passz. Nagyon. És gyöngén passzoljuk az ember felé. Nem is mehet el a címzettig. Csikós. Györgyének. Eddig jó. Csikós. Az is jó. Az is jó.
Jaj, és Györgye nem jön vissza. Kirúgjuk kocsi elől. Elment. Lába között a labda. Csikós. Igen, megint tanástalanul, nem tudom, hogy mi lesz megint. Nagy felé. Ez a miénk, így. Györgye. Fordulj rá. Meg kellett volna igazítani. Vásárhelyi. Előre dobja. Ez jó, kizártuk most kocsit. Ne engedd ki. Jó, kiment, szöglet. És megint lejöhetnek ebből, kontra. Kocsi. És Sendula Norbi küszködik, rúgjuk el. Nincs ember ott. Sendula jó szerelt. Végre. Kis paprikás hangulat. Nem volt ez semmi. Elnézést is kér. Az ötös Vince Ádámtól. Rosszul esett. Kilenc perc a vége előtt. 2-2. Nagyon nem jó ez az eredmény nekünk. Megkapjuk a labdát. Rosszul végezték el, rossz helyről pontosabban. Csikós. Horváth Gábor készülődik közben. Csikós még. Az jó, na most szerencsénk is volt. Nikó. Nagy Kristóf. Abból mi lesz? Nem volt ez rossz elképzelés. Be a darálóba, de végül tisztáztak. Nagy elől. Györgye. Az nagyon semmi nem lehet ebből. Így van, Vásárhelyi rárúgja Csikósra is. Alasnál a labda, de ez a miénk lesz. Pont az ellenfél fejére dobtuk. Gyerünk, Kristóf, hát ne nézd. Pontatlan, ez jó. Most jó, gyerünk. Állj be neki, Nikó. Beérik, az meg viszont gyönge. Norbi. Elrúgja Szabó elől. Megint. Új, de kár ezért. Gyorsabban. Gyerünk gyorsabban. Szabó nem várta meg, hogy Vásárhelyhez jusson a labda. Közben ebből leindulnak. Ez jó. Gyerünk, figyelj. Az is jó. Az már nem annyira. Darányit szereli Sendula Norbi. Az is jó, Norbika! Passz! Norbi, bepassz, nem baj, szöglet. Jó csinálta Norbi. Hiányzott az utolsó jó megoldás. Közben Horváth, hát egy kis gyorsaságot kapunk. Gyerünk. Norbi kifejeli. Kocsi elől. Nem bántjuk Frejt. Jó, Zsombor, gyerünk! Csak ne legyen túl hosszú, viszont túl rövid lett. Igen, ebbe a lefőrohangrászásba Nikó el fog fáradni, ott akkor meg marad nálunk egy... Csak most ne adjuk el, Nikó. Passz, Nikó! Passz! Most kellett volna kettő az egybe belül. Oda Györgyének, jó mutatja, azaz. Befordul. És most mi az ítélet? Kettel jöhet oldalról. Semmi. Vigyázz, Paci, rúgd el. Basz. Fuf. A minden itt, Zsombor.
Na most ki zöldi a labda, Sendo a Norbi. Előre csak. De nem lehet körözben Nikó passzolni ezt, akkor lelopják. Jön Zsombor, nagyszerűen csinálta. Húzd meg, Paci. Úgy is jó. Horváth, vegyük át Gáboron, mert ebből nem lesz semmi. Vásárhelyé meg visszaadja. Hát köszönjük szépen. Lesem az órát, 5,5 perc. Györgye. Az nagyon jó. Hoppá, Csikós a semmiből. Nagyon jó megoldás volt Györgye Nikó Zalántól. Csikósnak beírunk egy gólt, 3-2, hát ezt találtuk. Szép megoldások voltak, de még messze nincs vége, viszont Nikó passz Nikó, lehajtja vágy, nem bántjuk ezért, és most előre kocsihoz, duplázzuk be, bravo Paci, bravo Csikós Dávid. Nagyon küzdelmes mérkőzés ez, de hát azt azért mindenféleképpen meg kell jegyeznünk, hogy a küzdeni akarása, tudása meg nincs probléma, viszont itt a baj. Csikós ide is odaér, tehát az akarattal nincs baj, minősége annál több, de hát vannak ilyen mérkőzések. Ja, gyerekek, Györgye megtartja, ne fussunk versenyt, passzoljál Nikko. Passzoljál, Nikó, most már nem. Passzoljál! Most meg nincs belül senki. Jó, ízűt birkózott, de miénk a labda? Az pontatlan, de a halasi játékos visszaadja a labdát, és pontatlanul passzolt. Az viszont szöglet lesz. Kis idő fújni. Norbi is fáradni látszik, de hajtja a szíve. Szinte az egész mérkőzést végigjátsza. Nincs más. Csikós is. Sokat a pályán. Vásárhelyi kiüti, és érjünk vissza, gyerek. Jó. Jó, jó. Szögletet ítél rutinosan a játékvezető. Pont az nem volt az. Viszont nem akar szabad rúgást, véleményem szerint nagyon necces volt ez, de rutinosan megcsinálta, de Norbi úgy zárt ki, hogy ne férjen a labdához. Cserél. Pontosabban Zsombor. Hoppá, Vásárhelyi bohóckodott egy kicsit. Csikós. Ajaj. Ujjajjajjaj, szerencsénk volt. Szabó belerúgott egyet. Kocsi lejön a pályáról, reméljük nem súlyos a sérülése. Nikó, az jó, csak elfogyunk megint ott. Gyerünk vissza. Frey, Horváth jön Szabóra, Szabó ügyesen megcsinálta. Csikósnak többet volna nem kirúgni, gyerünk. Menj onnan Horváth, úgy van, gyerünk Nikó. Odaér Csikós, nem ellőjük. Nem volt rossz lövés, de ha elviszi lendületből, egy az egyben van a kapussal. Könnyű innen föntről, én ezt tudom. Ismét Csikós tisztáz. 2 perc, 55 másodperc a végig, 3-2-es hazai előny. Szabó, Csikós, passzoljuk. Bravo, nem baj. Jó akart a Nikónak, de lepörgött a lábáról. Frey. Norbi, ez az, gyerünk. Gyerünk, Nikókám, rúgjuk be, Nikó. Nagyszerűen jött ki Vásárhelyi a kapuból. Meccslabda volt. Sajnos kimaradt. Nagyon messze van még a vége. Csikós berobban. Elveszik a labdát tőlünk, mert szabálytalan helyről végezte el a hazai csapatkapitány. De csak zárjunk vissza, romboljuk még ezt a 2 percet. Zsombor, nagyon jó. Na, dobjuk már. Azaz, ez a miénk. Amíg ezen a térfélen van a labda,
addig baj nincse. Györgye Horvátnak. De kár, hogy nem jobban pattant. Ez Horvát kapja Csikóstól. Ne adjuk el, passzoljunk, Gábor, passzoljunk. De egy lövés, amit Vásárhelyi kitol szögletre. Nagyon lassan pörögnek a másodpercek. Jó, nem baj, gyerünk vissza. Györgye fejelt bele egyet, de... Sendula, Tóth Lászlóval. Labda, labda Norbi, labda. Hüh, ez elakadt, nagyon jó. Györgye felé a labda, tartsuk meg Nikó. Tudja ő, hogy mit kell csinálni. Ajjaj, passzoljunk, most már passzoljunk, úgy van. Szerint Gábor, az nem lesz jó. Frey nagyszerűen kikísérte a labdát. Szerencse, hogy nem sárga. Frey. Visszajön Vince. Nikó, tartsuk, úgy van. Igen, gyerünk Csikós, gyerünk Csikós! Már nem tudta előni. Leveszi Nikó. Sendula. Csikós. Igen, gyerünk vissza. Frey a labdával. Jaj, mögünk van, mögöttünk van. Na. Az is jó, de... Sokadik ilyen Vásárhelyi megmozdulás, viszont sok zicsert is fog, úgyhogy... Ez a miénk, gyerünk Nikó. Kis játék, ha lenne. Az is, na, ej, de szépen csinálta. Gyerünk, Paci! Ajjaj. Bal lábára próbálja vinni, az a miénk kellene, hogy legyen. Ajjaj. Micsoda birkózás van itt. Megfogja Zsombi, gyerünk rá! Gyerünk gyerekek, még egy kicsit kibírni, bravo Paci. Csikós, talán így a legjobb. Egy perc tíz a végéig. Györgye. Az igen, gyerünk gyerekek, zicser, meccslabda. Gyerünk Hori. Azt a mindenit, csak így Csikós, igen, időkérés, Csikós elfárad, és vége is. Akkor rosszul láttuk az olyan, hát akkor hál' Istennek 3-2-re lehoztuk ezt a mérkőzést vértizzadva, így maradunk a második helyen egy vereséggel, amit a kecskeméti futszál csapattól szenvedett el a vasárnap az együttes. Sok hazai mérkőzés vár még ránk. Legutolsó ez a talán mindent eldöntő szkorgor ellen. Úgyhogy gratulálunk a fiúknak. Van ilyen nap is, amikor nem megy úgy a játék. Főleg Bélecki nélkül, de lehoztuk, úgyhogy köszönjük a kedves figyelmüket. Üdvözlő Önöket Kecskés Tamás is, Verba József. Viszontlátásra, viszonthallásra.